Köszöntöm nézőinket, jó estét kívánok! Nemes Fámosról köszöntöm Önöket, méghozzá a Pejba Kft-től, amelyik tulajdonképpen hamarosan megünnepli 30. születésnapját. Hát erről is beszélgetni fogunk Bésár Jánossal, aki a cég ügyvezetője. Köszönjük szépen a meghívást, és köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre áll. Én köszönöm a lehetőséget. Ugye jól számoltam, 30 évesek lesznek. Bizony, lassan 30 évesek leszünk. Ha az alakulást vesszük, akkor ebbe az évben, hogyha a cég bejegyzést vesszük szigorú alapon, akkor jövőre leszünk 30 évesek. Amikor valaki egy vállalkozást elkezd, akkor persze abban bízik, hogy ez sikeres lesz. Aztán, ahogy mennek előre az évek, akkor látja, hogy miként alakul. Hát, ha most visszanézünk erre a 30 évre, biztos küzdelmes volt, és biztos, hogy sok gondot kellett megoldani közben, de azért, ha valaki belenéz a nyilvános számokba, akkor azt látja, hogy Önök egy jól működő vállalkozás. Tehát igazából jól tették, hogy 30 éve ezt merészen elkezdték. Köszönjük szépen, hogy ezt kívülről így látják. Belülről valóban tényleg elég sok nehézség van. Igyekszünk előre haladni a magunk apró lépéseivel, és igyekszünk igen hosszú távon gondolkodni. Hogyha valaki azt hallja, hogy Pejba Kft., akkor szerintem igen sok ember már tudja, hogy mihez kösse. De azért mégis az ön szájából halljuk, mivel is foglalkoznak tulajdonképpen. A cégünk alapjában véve 4 lábon áll, több területen is dolgozunk. Az alaptevékenységünk és amiért a társaságunk annak idején megalakult, az a héj nélküli tökmagnak a magyarországi termeltetése és exportja. Elsősorban Ausztriába, Németországba, Nyugat-Európába. Mielőtt eltetszik mondani másik hármat, azért azt hadd tegyem hozzá, hogy azért lehet, hogyha annak idején megkérdeztek volna embereket, bár lehet, hogy meg is tették, hogy te figyelj, mi héj nélküli tökmagot fogunk gyárthatni, és ebből akar a család megélni. Hát azért ne haragudjon, de lehet, hogy megmosolyogták volna, nem? Meg is mosolyogták. Minden gimnáziumi évfolyam találkozó, osztálytalálkozón föl szoktam emlegetni a drága jó barátaimat, akik rengeteget ugrattak annak idején, mert elképzelték, hogy mi ott köpködjük a tökmakéjat este a vacsora után, és mindig magyaráztam nekik, hogy hát gyerekek, van ilyen fajta, hogy héj nélkül terem maga a mag. Ugye tudni kell, hogy a világon, földön több mint 900 féle tököt ismerünk. És ezeknek egy jó része olyan magot termel, aminek nincsen héja. Egy sötét zöld mag van benne, nem az a megszokott fehér héjas mag, hanem egy sötét zöld mag van benne. Általában ezeknek lényegesen magasabb az olajtartalma, és ezért is termesztik, amit szintén olyan kevesen tudnak, hogy maga a tök hús, az kimarad a szántóföldön. Tehát betakarítás során kinn a szántóföldön tököt a gép összetöri, a magot kiszedi belőle, és a tök húst visszaforgatják az anyatermészetbe. Rendkívül jó nitrogénforrás, talajjavító, a mai világban egyre fontosabb nedvességet visszavinnünk a talajba. Kimondottan csak a magját hasznosítják belőle, ilyen értelemben, hogy kiszedik belőle. Igen. Az se lehet egyszerű munka egyébként. Ma már gépek nagyon sokat segítenek. Régen egyébként ezt kézzel végezték, egy embertelen munka volt, illetve Közép-Amerikában a benszülött lakosság készítette el, ők viszont a tök húsáért cserébe szedték ki a magot és adták le a magot, ők megkapták a tök húsát, ami egy magas cukortartalommal bíró termés, ami hát ugye értelemszerűen tüzes víz formájában nyert új életet. Tehát, ha jól értem, nem Önök termelik a tököt, termeltetik. Termeltetik. Ugye, sőt, az elején talán nem is így volt még, de most nem is az érdekesem az, hogy Önök ezt termeltetik, és az ember elkezd gondolkodni, hogy azért ennyi tökmagolajhoz, amit Önök le tudnak gyártani, hát mennyi tök kell? És ugye nekem az előbb elmondta, hogy tulajdonképpen a számokat nézzük, akkor ez nem is olyan vészes. Nem. Pont, hogy ennek nagyon magas az olajtartalma ennek a héj nélküli tökmagnak, 40% olaj van ebben a magban, tehát azt szoktuk mondani, hogy alapszabály, ökölszabály szerint, amikor kalkulálunk, akkor 2,5 kg maggal számolunk, hogy 2,5 kg magból lesz 1 liter tökmagolaj. Ez aztán természetesen változik. Hát a tökmag is egy élő anyag. Míg hiába egy területről jön, egy gazdától jön, a szántóföld egyik felén egy kicsit több napsütést, vagy több csapadékot kapott, vagy más a tápanyag szerkezete a talajnak. Nyilván más is más. Valamikor 2,2 kilóból kijön 1 liter tökmagolaj. De ki vannak téve akkor az időjárás viszontagságainak? Abszolút, persze. Tehát ez minden évben más az évjárat, mint a szőlőnél. Nagyon sok egyébként az analógia, a borászat és a tökmagolaj készítés között. Sok hasonlatot szoktunk átvenni egymástól. És van olyan egyébként, hogy csak 2,7-3 kilóból jön ki 1 liter tökmagolaj. Ez változó. Egyébként lehet, hogy a
szőlőből, hogy hogyan legyen bor, a készítéshez többen értenek, mint az, hogy hogyan lehet egy héj nélküli tökmagból mondjuk megfelelő minőségű tökmagolajat előállítani, mert hát azért ugye azt mindenki sejtheti, hogy nem egy ilyen kis diótörő készülékkel csinálják ezt, hanem nagyon komoly berendezés kell ehhez, tehát beruházás kellett hozzá. És hát jön a nagy kérdés, hogy kinek kell ez a tökmagolaj, mert most már azért azt hiszem, hogy sok embernek, mert hogy egészséges. Így van. A tökmagolajnak ugye az élettani hatását nagyon sokan ismerik, nagyon régóta használják a népi gyógyászatban is. Elsősorban férfi problémák kezelésére és megelőzésére, tehát a prostata megnagyobbodás, prostata problémáknak a kezelésére szokták ajánlani. De nagyon magas E-vitamin tartalma miatt ezért a kozmetikában is használható hölgyeknek bőrápolásra. Teljesen zsírsavakra emlékszem még, hogy mintha az fontos lenne. Így van, hát ez pedig a keringésnek nagyon sokat segít. Uh-huh. A tökmagban egyébként gyakorlatilag egyedülállóként nagyon magas a szelén tartalma tökmagnak, ráadásul olyan formában, ami a szervezet számára, az élő szervezet számára közvetlen módon fölvehető, ebben is egy különleges ritka növény maga a tökmag. Amikor önök ezt elviszik a különböző vásárokba, akkor az emberek ezt keresik? Tehát már úgy jönnek oda, hogy nézd már, van tökmagolaj. 2013-ban jutottunk el először az OMÉK-re, az Agrárgazdasági Kamarának segítségével, illetve a helyi turisztikai egyesületnek a segítségével. És akkor azt gondoltam, fölmegyünk a fővárosba, mentünk a kollégákkal, hogy hát gyerekek, az lesz a feladatunk, hogy elmagyarázzuk az embereknek, hogy mi az a tökmagolaj. És nagyon-nagyon tévedtem benne. Nem kellett, ismerték az emberek a tökmagolajat, nagyon sokan fogyasztották is, pontosan ilyen terápiás célokra. Ami igazán nagyon fontos volt, és a mai napig ez egy nagyon fontos feladatunk, küldetésünk, ahogy ön is mondta, a megfelelő minőségnek a megismertetése. Többféle technológia is létezik a tökmagolaj készítésére, és többféle minőségben is készítik a tökmagolajat. Maga egyébként az alapelv, ami alapján mi is dolgozunk, az 100 évvel ezelőtt is működött. Nyilván nagyon sok ember tudja, hogy az őrség, ugye az ős hazája Magyarországon a tökmagolajnak. Egyébként Ausztriában, Steyrország, ahol igazán sokat termelik a tökmagot, sokat sajtolják a tökmagolajat, és sokat fogyasztják. Ausztriában, Steyrországban egy 4 tagú család hetente 1 liter tökmagolajat elfogyaszt. Én ezt olvastam, és meg is lepődtem, és úgy kíváncsi lennék, hogy nálunk ez hol tart, mert ugye nagyon sokan tudják azt, hogy rá lehet ezt önteni különböző salátákra, és még sok módja van annak, hogy ezt hogyan fogyasszák, de én nem tudom elképzelni, hogy nálunk ez annyira bevett szokás már, hogy ilyen sokat fogyasztanak. Nem tudom, vannak magyar számok, hogy mi hol tartunk, ha az osztrákok ennyit fogyasztanak? Abból tudok kiindulni, hogy a kedves visszatérő vásárlóink mennyi időközönként vásárolnak. Én úgy látom, hogy akik tényleg rendszeresen fogyasztják, 3-4 hetente 1 liter olajat azért elfogyaszt egy ilyen 4 tagú család. Az nem olyan rossz arány. Nem olyan rossz, nagyon jó úton haladunk. Igazából azt látjuk, hogyha valaki megkóstolja és megszereti, akkor egyfajta függőség kialakul nála, és akkor onnantól kezdve gyakorlatilag napi fogyasztásra használják. Kellemes az illata is, hát itt, ahol most beszélgetünk, így érzem, hogy itt ez azért itt van valahol. Így van. És tényleg finom illata van. Ez is egy kicsit megosztó, nagyon sokat fogadunk ugye csoportokat, óvodásoktól kezdve, általános iskolások, középiskolások, nyugdíjas csoportok szoktak eljönni hozzánk, meg lehet nézni a sajtolást, ugye egy üvegfalon keresztül be tudjuk mutatni a teljes folyamatot, aminek a végén természetesen meg lehet kóstolni a frissen sajtolt olajat is. Ezért a gyerekeknél van, aki egy kicsit úgy jön be, hogy fogja az orrát, és akkor neki ez idegen, meg minden. De azért büszkék vagyunk arra, hogy általában azért mosolyogva távoznak a gyerekek. Itt mellette nagyon sok minden van egyébként. Láttak egy oklevelet, és oda van írva, hogy Pepó papa. Ezt egyébként filmben is láthattuk, Pepó papát. Tulajdonképpen ez mi akar lenni? Pepó papa a márka nevünk, és az olajunknak a neve. Tudni kell róla, hogy a Pepo az a töknek a latin nevéből jön. A Cucurbita Pepo Vario Styria a hénikű tökmagnak a latin neve, és innen jött a Pepo. Az olaj papa. Így van, és a tökpapa, tökmagpapa. És a papa név az pedig egy olyan nevet szerettünk volna, ami azért Európán belül könnyen kiejthető, könnyen érthető minden nemzet számára, illetve egy icipicit
szeretnénk a célközönségnek is célozni azzal, hogy kiknek kéne ezt igazából fogyasztani, bár természetesen korosztálytól és nemtől függetlenül ajánljuk mindenkinek, de mégis a nevébe ezt akartuk kiemelni, meg arculatban is egy kicsit mást akartunk, tehát az olívaolajak és a tökmagolajak piacán is nagyon sokszor ez a hűvös, kimért, elegáns megjelenés van, nekünk meg ez a kicsit ez a vidámabb, szerethető arc, hogy közelebb áll a szívünkhöz. Ugye az előbb akkor szóltam közben, amikor elkezdtem mondani, hogy több lábon állunk, több mindennel foglalkozunk, és akkor elsőként elmondta éppen ugye a tökmagolajat, de hát itt van más is, ugye? Így van, így van. Hát ugye tudni kell róla, hogy mi egy osztrák-magyar cégként alakultunk meg annak idején, és ha úgy vesszük, már nem annyira ismert ez a kifejezés, de azért a rendszerváltás idején sokat mondogatták, hogy kényszervállalkozás, kényszervállalkozás. A Pejba Kft. Egy tipikus kényszervállalkozás egyébként. Édesanyám az egyik alapító tagja, ő a kutatóintézetben dolgozott Veszprémben, a Nehézmegyi pedig kutatóintézetben volt, kutatómérnök, vegyészmérnök, és az intézet ugye a rendszerváltás során jogutód nélkül megszűnt. És édesanyámnak voltak ugye nemzetközi kapcsolatai is, meg magyar termelőkkel is kapcsolatai, és így alakult, így jött össze egy osztrák vállalkozóval, hozták, alapították meg a Pejba Kft-t. Igazából azért, hogy édesanyámnak a nyugdíjas évekig legyen munkája. Én akkor befejeztem a főiskolai tanulmányaimat, akkor hazajöttem, közben is már elég sok munkám volt ebbe a tökmag termeltetésbe is, meg az osztrák tulajdonostársunknak volt kint Ausztriában egy étolaj finomító és csomagoló üzeme, és ő mondta, hogy kezdjük el az ő termékeit a Balatonparton úgynevezett sleptúrában terjeszteni. Ez az olaj egyébként ez napraforgó olaj volt? Napraforgó olaj, repceolaj, pálmaolaj, ami ugye 92-ben Magyarországon abszolút újdonságnak számított, illetve hát a tökmagolaj, a tökmagolaj, a salátaolaj, tehát ezek a termékek, így ismerkedtünk, hogy mi is a tökmagolajjal igazán. Én úgy emlékszem egy olvasmányomból, hogy azért ezek az osztrák olajok azért minőségileg eléggé verhetetlenek voltak a mi számunkra, hogy igen, nagy volt a különbség az itt kapható napraforgóolaj, meg az általuk hozott napraforgóolajok között. Önök, ha jól tudom, ezzel igazából kereskedtek akkor. Szintiszta kereskedelem folyt, így van. És nem is a hazai napraforgóolajokat említeném meg, mint nehézséget, hanem nagyon sok lángos sütő és büfé akkoriban még disznózsírban sütött. És itt volt a kihívás egyébként, hogy az 50 forintos zsírt disznózsírral szembe eladni mondjuk egy 250 forint pálmazsírt. De ugyanakkor, aki kipróbálta és akit rá tudtunk beszélni, az nagyon örült neki, és nagyon sokat elkezdték ezt használni, illetve hát a napraforgóolajat, a repceolajat is nagyon jó minőségben tudta az osztrák partnerünk szállítani, úgyhogy ezekkel azért tudtunk sikereket elérni. Ez az üzletág megmaradt egyébként azóta, és mi 97-ben váltak el az útjaink, tulajdonképpen az osztrák tulajdonostársunk egy másik területre vándorolt, nagyon sokat köszönhetünk neki, elindított ezen az úton. De önök ezt nem bánják szerintem, nem, hogy a nem. Családnak megvolt egy családi vállalkozás. Így van. Ugye azért azt is látjuk, hogy azért a fejlesztéseket viszont abszolút nem engedte. Tehát csak egy szinten tartáson mozgott a cég, és semmi önök, fejlesztés. Önök másként gondolkodnak? Így van, így van. A jövő mindig a fejlődésé, és hát nyilván én nekem is az a célom, hogy tovább vigyem a céget, fejlesszük, előre menjünk. Majd meglátjuk, hát ha az én gyerekeim közül is valamelyik átveszi, még nagyon az elején vagyunk, úgyhogy ezt még nem tudjuk. Aha, de hát gondolom azért, csak magot szeretik. A teljes mértékben, na, ugye? Így van. Ugye ő is mondja, hogy a fejlődési az út, meg a minőségé, mert így lehet talpon maradni. A piac az hogy alakul, hogy magyar piac, vagy szeretnének akár visszatérni osztrák piacra, Németországba, vagy hogyan értékesítik? Nagyon érdekes a helyzetünk, tehát pont a régi kapcsolataink révén, ahogy felépült az olajsajtóüzemünk és lejött az első olajunk, rögtön el tudtunk kezdeni értékesíteni. Részben azokra a piacokra, ahova eddig az Ausztriából származó olajat vittük, oda a sajátunkat tudtuk vinni, éttermeknek, szállodáknak, büféknek, a Balatonparton és itt a vonzáskörzetünkben. Részben pedig akiknek tökmagot szállítottunk, egyre többnek szállítunk tökmag olajat is. Pedig ez nem olcsó, azért tegyük hozzá, nem, ugye? Nem. Hát jó, gondoljunk bele, hogy azért akármennyire is magas az olajtartalma, azért mégis elég kevés van ez ebből, mondjuk a napraforgóhoz hasonlít a gondolom én. Teljesen jól látja a helyzetet. Hát ugye ezért drágább is. Meg ami nagyon-nagyon fontos dolog, hogy a tök az egy
úgynevezett kapás növény. Tehát azt nem lehet olyan intenzíven termeszteni, mondjuk egy napraforgót vagy egy kukoricát, nem lehet olyan mértékben a művelését gépesíteni. Amikor a talajelőkészítés, a vetés az ugyanúgy megy, mint bármilyen más növényi kultúrában. Magyarul kevesebb van belőle, tehát evidens, hogy drágább is lesz maga a végtermék is. Meg hát közben meg kell kapálni a gyomirtás, amikor elkezdi befutni a földet a tök, és már kint vannak a kis szárai, oda már nem nagyon tudnak géppel bemenni, ott azt kézzel kell megkapálni, a gyomvédelem pedig nagyon fontos mindig. Látják a jövőt egyébként, hogy ebből még tovább lehet lépni, vagy nem is akarok tovább lépni, azt mondják, hogy elég nagyok lettünk már, ma adjunk ezen a szinten? Mindig az embernek vannak ötletei, amiket meg akar valósítani még, és jönnek mindig újabb és újabb ötletek. Én, amit nagyon, nagyon pozitív dologként élek meg, és nagyon örülök neki, hogy nagyon sok régi termelővel nagyon jó kapcsolatunk van már. Van, akivel több mint 20 éve dolgozunk együtt, és nekünk ez egy nagyon fontos a jövő szempontjából, hogy mindig tudjuk biztosítani az alapanyagot. Egyébként hozzátartozik, hogy a tökmagnak a nagy részét változatlanul exportáljuk tökmagként. A tervünk az, hogy minél nagyobb részét feldolgozott termékként, tehát a hozzáadott értéket, hozzáadott értékkel növelve tudjuk eladni, tehát tökmagolajként tudjuk eladni minél nagyobb hányadát ennek a megtermelt tökmagnak, és tovább tudjuk ezeket a úgymond foglalkoztatni ezeket a termelő partnereket. Legutóbb láttam önöket a Bakony Expo-n, ha jól emlékszem, ott voltak, ugye? Minden és évben. Azt láttam, hogy bizony nagyon sokan álltak a standnál, persze melyiknél nem, mert ugye tényleg sikeres rendezvény, de sokan álltak a standnál, és vásároltak, érdeklődtek, kíváncsiak voltak rá, tehát azért az emberek számára ez egy olyan termék, amit azt gondolom, hogy érdemes volt elkezdeni abban az időben. Sikerre vannak ítélve hosszú távon. Na. Mi is nagyon szeretjük a tökmagolajat, mi is fogyasztjuk. Hát most idézőjelben mondhatnám azt, hogy már magunknak a csinálják, már akkor is megéri. A Bakony Expo a szívünk csücske rendezvények között az egyik szívünk csücske. Nagyon szívesen megyünk, minden évben készülünk, minden évben valami újdonságot szeretnénk mi is. Hát most kedves hát, látogatók. Nemesfámoson is megváltozott a Lencsés és Hulka Fesztivál. Így van. Itt a melléje oda szervezett kiállítás már ugyancsak annyi embert vonz, szinte mind a Bakony Expo. Tehát jönnek az emberek Nemesfámosra. Maximálisan meg tudom erősíteni. Így egyébként önökhöz bármikor igen. Tehát lehet vásárolni is munkaidőben, tehát munkalapokon 8 és 4 óra között, amikor dolgozunk, akkor nyugodtan lehet vásárolni, és meg lehet nézni. Tehát nyitott műhelyként dolgozunk, bármikor meg lehet nézni a termelést. Nyilván a csoportoktól kérünk egy kis előzetes egyeztetést, hogy azért valaki tudjon itt mesélni is róla, hogy tudjon hogyan foglalkozni történik. Ami még érdekesség egyébként, hogy itt helyben is elkezdődött a tökmagnak a termelése. Ez a vidék nem igazán alkalmas nagyüzemileg a tökmag termesztés, vagy tök termesztésre, hiszen Nemesvámoson is vagy a szél fúj, vagy harangoznak. Ez annyira egy szeles vidék. Az Alföldön termeltetjük egyébként. Elsősorban Békés megyében vannak nagyon jó területeink, Hajdú-Bihar, Borsod megyében és Nógrád megyében. De akkor, amerre ellát a szem, ott mindenhol tök van. Nekem az életem egyik legnagyobb élmény, amikor egy 100 hektáros táblában álltam középen. Jézusom. Az egy hihetetlen nagy hozamú év volt ráadásul. Az ember körülnézett és mindenhol. Tehát ugye a horizont vonalában mindenhol tök volt. Az fantasztikus élmény volt, az gyönyörű volt. És Pepó papa örült. Így van. Ilyenkor együtt örülünk és együtt sírunk a termelőkkel. Ugye közösek az érdekeink, közösek a céljaink. Amikor azt látom, hogy jó a termés, akkor bizony én is örülök, meg jó minőség a mag. Nyilván, amikor még nem úgy sikerül, akkor meg együtt szomorkodunk. Hogyha a társadalmi felelősségvállalásról beszélünk, hogy jön önhöz mondjuk a sövényházi polgármester úr, hogy hát nézze, igazgató úr, kéne egy kis segítség, akkor milyen a kapcsolat? Gondolom tudják segíteni a települést. Természetesen. Nemesvámos eljutott ma arra a szintre, hogy nem élni hagyja a vállalkozásokat, hanem segíti. És ez nem csak a verbalitás szintjén marad meg, hanem komolyan a fejlesztésekkel, az infrastruktúra fejlesztéstől kezdve, a párbeszéddel, tehát ha bármi olyan probléma, akkor beszéljük meg, mi is fordulhatunk, tudom, hogy bármikor mehetek a polgármester úrhoz, nyitva az ajtó, azonnal nem elhárítva, hanem akkor oldjuk meg a problémát. Tehát ilyen a hozzáállás. Ennek megfelelően mi is, ahol tudjuk természetesen a nyereményfelajánlásokkal, természetesen a tombola tárgyakkal, bármivel, amiben tudunk együttműködni, az önkormányzattal nagyon szívesen tesszük. Mi is itt lakunk, tehát mi is vámosi polgárok is vagyunk, úgyhogy lakosként is megéljük itt az együttműködést. Ez egy jó végszó.
Én köszönöm önnek a beszélgetést, és további sok sikert kívánok. Nagyon szépen köszönöm is a lehetőséget. Kedves nézőink, az előző percekben Bésány Jánossal beszélgettünk, a Pejba Kft. Ügyvezetőjével. Remélem, hogy hasznos információkat szereztek. Töltsék velünk továbbra is az estét, munkatársaim nevében is kellemes időtöltést kívánok. Viszontlátásra! Thank you.